Szent Bálint napján, február 14-én tartják, főként az angolszász országokban, a Bálint nap angolul Valentine's Day ünnepét. Hazánkban az angol név közvetlen átvétele miatt sokak számára, mint Valentin nap vált ismerté és népszerűvé az 1990-es évektől kezdődően. Az ünnepnek vallási eredete is volt, de nálunk az idegen elnevezés elterjedése miatt ez elhomályosult. A szokás eredete a 14. századból származik, mikor is Szent Bálint püspök a jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé vált Angliában és Franciaországban. Manapság sokan csak az üzletet látják benne, míg mások romantikus gesztusnak tartják ezt párkapcsolatukban. Ezen a napon sokan kettesben eltöltött vacsorával lepik meg kedvesüket, vannak, akik ajándékot vásárolnak, de még mindig a legelterjedtebb a virág. A 90-es években jelent meg hazánkban a Valentin nap. Te hogy látod, mennyire van itt nálunk hagyomány a Várpalotán? Változó, de inkább a tinédzserek körében, tehát a fiatalok, meg a házasok, tehát akiknek már volt esküvők, esetleg nálam volt esküvőjük, és azóta ide járnak. Tehát ilyeneket veszek észre, hogy ők jelennek meg nálam. Az üzlet nem csak egy virágbolt, mit visznek ilyenkor, leginkább mit keresnek, a virágokat, vagy ezeket az apró kis ajándéktárgyakat? Hát a tinik, vagy ezek a kis fiatalok inkább a kütyümütyüket, a kis figurákat, kis szerelmes macik összebújva, szívecskén ilyeneket. A felnőttebbek, vagy hát a férfiak inkább már a vagy egy szár rózsa à la nature, vagy három kis rózsa, és akkor ilyen kis szívecskékkel, vagy boldog valentinos kártyával. Tehát ilyen egyszerűen. Nincsenek ilyen nagy kazlak, már sajnos az nincsen. Mennyire tudatosak, illetve mennyire kreatívak ilyenkor a vásárlók? Vegyes, de inkább nézelődnek, és akkor utána összegyűjtötték az infókat, akkor utána választanak vagy döntenek, meg hát az ár is azért befolyásolja őket, hogy nyilván mennyit szántak erre a témára. Úgyhogy így költenek.